90. születésnapja alkalmából köszöntötték az Alaegerszegért díjas Fazekas Gábort. A nyugalmazott szakközépiskolai igazgató részt vett a Dimitrov, későbbi nevén Széchenyi építőipari szakközépiskola megalapításában. Az intézményben 1969-től 1992-ig kiemelkedő szervező és irányító munkát végzett. Nevéhez fűződik a számítástechnikai oktatás bevezetése. Hosszú éveken át a TIT megyei alelnöki pozíciója mellett az alai középiskolák igazgatói munkaközösségének vezetői teendőit is ellátta. Ezúttal is engedd meg, hogy köszönetünket fejezzük ki, azért a jó pár évtizedért, amit a védőszárnyaid alatt töltöttünk. Visszaemlékezésekkel és kedves szavakkal éltették az egykori pályatársak és barátok a 90 éves Fazekas Gábort. A hajdani iskolaigazgatót kiemelkedő munkájáért a város 2017-ben Zalaegerszegért díjjal jutalmazta, ám ezt akkor nagy ijegységet okozva nem tudta átvenni. Fazekas Gabi bácsi infarktust kapott ezen az ünnepi rendezvényen, és kicsit talán azt is gondolhatjuk, így alakította a sors, vagy a jóisten ki mit gondol a világról, hogy nem volt ez véletlen. Hiszen, hogyha mi nem ítéljük meg számára az Alaegerszegért díjat, és ő nincs ott azon az ünnepségen, ahol egyébként sikerült megmenteni az életét, és a mai napig biciklizik és uszodába jár, és ő ezen a napon otthon van egyedül, akkor ő most nem lehetne közöttünk. A polgármester fontosnak tartja, hogy személyesen is felköszöntse azokat a polgárokat, akik áldozatos munkájukkal segítették Zalaegerszeg fejlődését. Fazekas Gábor oktatásban betöltött szerepe vitathatatlan, fogalmazott beszédében Balait Zoltán. Ezt követően egy korábbi tanítványtól kapott levelet is felolvastak az ünnepeltnek, aki meghatottan hallgatta a méltató szavakat. Nem tudok szavakat találni, hogy teljesen kifejezzem mindazt, ami a szívembe van, és betölti az egész érzéseimet. Hát évtizedek munkája, itt a volt kollégák, meg minden szép, amit itt közben meg is emlegettek, ez ugyancsak boldoggá tesz. Az ünnepség kötetlen, jó hangulatú beszélgetéssel folytatódott, itt a családtagok is köszöntötték a jubiláló születésnapost.